Köszöntöm a nézőket, már csak néhány hetük maradt a tovább tanulni vágyóknak, hogy eldöntsék, milyen irányban indulnak tovább. Székesfehérváron 3 egyetem kínál tovább tanulási lehetőséget a fiataloknak. A köztérben ezeket az egyetemeket mutatjuk be, tartsanak velünk! A végzős diákok tovább tanulni szándékozók Székesfehérváron 3 egyetem képzési kínálata közül választhatnak. A budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszán az állandóság és a megújulás egyszerre jellemzi a szakokat. Állandó képzés például a gazdálkodás menedzsment és a pénzügy számvitel, amely már kezdetektől van, és néhány változást hozott az új év. Budapesten kicsit átalakítottuk az alakszakjainkat, és turizmus és vendéglátás szakot már Budapesten nem lehet választani, viszont Székesfehérváron tovább is indulni fog. Tehát aki a Corvinus Egyetemre szeretne jelentkezni, turizmus és vendéglátást hallgatni, annak majd Fehérvárt kell bejelölni ezen alapon. Ez a 3 alapszak fog indulni nálunk, és még egy változás történt, hogy a gazdálkodás és menedzsment szak teljesen átalakult, egy 4 éves képzés lett, 8 fél év, amiben egy 1 fél éves hazai gyakorlat és 1 fél éves külföldi gyakorlatnak is van már helye. Tehát aki erre jelentkezik, azzal számolhat, hogy az első 2 évet elvégzi Fehérvárról is, aztán külföldre itt hazai vállalat tud menni gyakorlatra, és még egy nagyon fontos dolog van, hogy 16 féle specializáció lesz ezen a szakon. Tehát aki a gazdálkodás és menedzsment szakot választja, az nézze meg a Corvinusnál, hogy mik azok a lehetőségek, egészen az agrár irányultságtól, a marketingen át, a pénzügyi területekig, marketing területekig, majd 16 féle szakból lehet választani, hogyha az első 2 évet elvégezte valaki. Úgyhogy hát a megújulás és az állandóság jellemzi most a szakjainkat. Miért volt szükség mindenre a megújulásra? Miért gondolta azt az egyetem, hogy szükség lenne egy kis bővülésre? Ugye az, hogy az egyetem működési formát váltott, az ugye lehetne csak az, hogy valamiféle finanszírozási rendszer változott, de nem így van, hanem ez egy tartalmi változás is, és igazából a tartalmi változás volt először, és ezt kellett lekövetni egy működési formának, hiszen ahogy el is mondtam, sokkal kötetlenebbül tudjuk reagálni azokra az igényekre, amelyek megjelennek a világban, illetve a hallgatóktól, vagy a vállalatoktól a másik oldalról, hiszen azért az egyetemi oktatás az nem egy lárpullát tevékenység önmagában, hanem igazából nekünk az a feladatunk, hogy azok, akik hozzánk kellnek hallgatók, utána a munkaerőpiacon jól meg tudják állni a helyüket, és erre nekünk reagálnunk kell. És ugye 10-20 évvel ezelőtt, vagy akár több évtizeddel ezelőtt ezek a változások sokkal lassabbak voltak. Ezt mindenki saját maga is tudja. Én is még egy régebbi rendszerben tanultam. Az, hogy valaki elindult 5 évvel ezelőtt valamilyen szakra, akkor azt tudta a végén, hogy mivé fog válni, sőt azt is tudta esetleg, hogy hova tud elhelyezkedni ezzel, mert a vállalatok még akár listákat is kiraktak, hogy kiket várnak a kikerülő hallgatók közül. Ma ez teljesen átalakult, akár a szak közben is, egy 3-4 éves tanulás közben is változtatnunk kell azokon, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni, aztán annak a munkavállalónak, aki kerül tőlünk, és ugye ez a forma, ez sokkal lazább ilyen szempontból, sokkal inkább megengedi azt, hogy változtatni tudjunk, egyrészt finanszírozási oldalról is, máshoz pedig be tudjunk hozni olyan elemeket, amelyek még mondjuk nem gondolunk rá, hogy idén fontosak lesznek. Gondoljunk csak a tavalyi évre, tavaly ilyenkor, amikor beszélgettünk, akkor ugye mondtuk, hogy jöjjenek a hallgatók, meg lehet nézni az egyetemet, és itt tovább. Aztán azóta lehet látni, hogy gyakorlatilag lassan egy év, 10 hónapja sajnos a diákok nem nagyon tudtak bejönni ide az egyetemre. A tavalyi évben összességében 4 hónapot tudtak bent lenni a 12-ből, ami nekünk oktatóknak is nagyon nagy probléma, ugyanakkor számunkra is egy nagy megújulási lehetőséget és feladatot adott. Milyen mesterszakok indulnak itt a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán? Igen, az alapszakjaink mellett a már régóta meglévő sportközgazdász mesterszakra is természetesen várjuk a jelentkezőket. Ugye ott már végzett egyetemistákat várunk, akinek van alapszakos végzettsége. Hál' Istennek azt látjuk, hogy aki itt végez, azok közül nagyon sokan gondolkodnak abban, hogy ide is jöjjenek, de természetesen külső partnereket is nagyon várunk. Én azt gondolom, a sportközgazdás szakma az most egy nagyon népszerű szakma, és ugye Fehérvár abban unikális, hogy ebben a közép-magyarországi régióban egyedül indítja, ezen kívül csak Kelet-Magyarországon lehet tanulni sportközgazdaságtan. Ugye én biztatok mindenkit, aki ebbe szeretne, és ez is duális formában indul, és nagyon jók a tapasztalataink, ott ugye sportegyeseteknél lehet elhelyezkedni, és aki ott elhelyezkedik, annak a nagyoszínűség szerint már munkája is lesz, sőt a tanulás ideje alatt is munkája van, és unikalitásként tudom azt megemlíteni, hogy szakirányú továbbképzéseink is vannak. Az agrobiznisz szakirányú továbbképzésünk az már korábban is meg lett hirdetve, de most egy kicsit rá startoltunk, a szabad így fogalmaz, és keresztfélében is indul ez a szakunk, és egy új
képzést is indítunk az Óbuda Egyetemmel közösen, ugye a kampuszaink közel vannak egymáshoz, az iparvállalati műszaki szakközgazdász vagy menedzser szakot fogjuk indítani, amit a fehérvári vállalatok vezetőivel és a város vezetésével közösen dolgoztunk ki ezt a szakot. Nagyon gyorsan szeptemberben merültve az ötlet átvittük, és február 1-től indulni is fog ez a szak. Ezeknek a jelentkezési határideje is hasonló, mint az alapszakokra, úgyhogy aki már diplomával rendelkezik, annak mesterszakot is tudunk kínálni, és szakirányú továbbképzést is. Mind a két képzési forma 4 fél éves, és ugyanígy Fehérváron van a képzés minden esetben. Ezen az egyetemen is nagyon fontos a duális képzés, milyen cégekkel állnak kapcsolatban, és mit is jelent tulajdonképpen ez a duális képzés akkor Windows Egyetemen? Igen, én azt gondolom, a duális képzés egy nagyon jó képzési forma. Ugye a Budapesti Corvinus Egyetemnek a duális képzési centruma a fehérvári kampusz, és fehérvári kampuszon ez marad is. Tehát az összes képzésünket, amelyek az imént beszéltem, azok a duális formában is meg fogjuk hirdetni. Természetesen itt is átalakult egy kicsit a világ. Ugye a 2020-as Covid-járvány közben a cégek is elgondolkodtak azon, hogy hogyan tudnak együttműködni az egyetemekkel. Hál' Istennek tudjuk azt mondani, hogy sok visszamondás nem volt, tehát a partnereink száma azok állandó. Az igaz, hogy kevesebb hallgatót tudtak fogadni, de ugye bízunk benne, hogy az átoltottság növelésével tavaszra ez meg fog oldani, de mi úgy számunk, hogy jövő szeptemberre biztosan. Tehát én biztatok mindenkit, hogy nyugodtan jelölje be a duális szakot, mert jövő szeptemberben én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lendületet fog venni, és mi arra számítunk, hogy az eddigieknél is nagyobb létszámú duális hallgatóink lesznek, hiszen a vállalatok tudják, hogy milyen forma ez, tudják az értékeit, és azt gondolom, egy gazdasági fellendülés során ennek fokozott szerepe lesz majd. Milyen számokat láthatunk majd itt az egyetemen, milyen létszámban tudnak felvenni hallgatókat az egyes szakokra? Ugye itt a hallgatói létszám, hál' Istennek, pont a finanszírozási forma miatt azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem csak korlátlan, hogyha szabad így fogalmazni. Nekünk a kapacitásainkkal nincsen probléma, ugye tavaly előtt ez az épület átadásra került, abban nem lehet probléma, hogy a hallgatókat el tudjuk helyezni. Ugye itt az a kérdés, hogy a hallgatók mennyire aktívak, és milyen jó pontszámokkal jönnek be, hiszen nekünk a pontszámok számítanak, illetve nekik azok számítanak. El tudom azt mondani, hogy tavaly 100 fölött tudtunk indulni hallgatók, ami arra számítunk, hogy itt idén is több mint 100 hallgató fog itt a különböző szakjainkon megjelenni. Alapszakon is szeretnénk, hogyha ez 80 fölött lenne legalább ez a szám. Bízunk benne, hogy ebben a megváltozott körülmények között, bár jósolni nem tudunk, de egyre többen fogják választani a Fehérvárt, és azt gondolom, hogy regionális szinten is nagyon fontos, hiszen az utazási korlátozásokkal, amelyek bízunk benne, hogy meg fognak szűnni, de azért mindenki bemenne lesz, ez bármikor újra előfordulhat. Én szerintem a regionális képzési intézményeknek a szerepének a helyzet az fokozódó lesz ebben a helyzetben. Most még nem tudjuk az idei pontszámokat, de a tavalyiak azok mennyire voltak magasak? Ugye tavaly azért egy minőségi ugrás történt, azt kell, hogy mondjam, egy 50 ponttal magasabbak lettek a pontszámok. Most ez, ahogy mondjam, nekünk viszont a bejövő oldalon nem jelentett problémát, hiszen a hallgatói minőség is nagyon magas itt a Corvinus Egyetemen, azt kell, hogy mondjam. Én azt gondolom, hogy ha valaki megnézi a tavalyi pontszámokat, akkor idén hasonló pontszámok lehetnek, ne a tavaly előtteiket, nézze a tavalyiakat. Ez azt jelentette nálunk itt Fehérváron, hogy 300 pont minimum kell ahhoz, hogy valaki ide bekerül, de 350 és a fölötti pontszámok azok, amelyek valószínűleg várhatóan idén is lesznek. De jóslásokban ezt nem szeretnénk bocsátkozni, de azt gondolom, hogy akinek 400 pontja úgy számolja, hogy lesz, az bátran adja be ide, valószínűleg Fehérvárra, mi bízunk benne, hogy felvételt fog tudni nyerni. Mit lehet tudni az alapítványi működésről? Ugye az alapítványi működés, ahogy talán említettem is, egy sokkal inkább olyan formát jelent nekünk vezetőknek, meg oktatóknak is, ami egy gyorsabb reakcióidőt tesz lehetővé, de úgy gondolom a hallgatóknak is egy nagyobb lehetőséget tesz, hiszen megmaradt minden olyan, ami egy állami a finanszírozott egyetemnél, a külföldi ösztöndi lehetőségek, a kollégium elhelyezés és így tovább, ezek mindig megvannak, és ugye itt is lehet ösztöndíjat kapni, tehát az egyetemi alapítvány az biztosít ugyanúgy ingyenes helyeket a hallgatók számára, mint tavaly, és a tavalyi tapasztalatunk az, hogy legalább annyian le tudtak kerülni ingyenes helyre, mint amikor államilag finanszírozott hely volt. Tehát emiatt senki ne riadjon el a Corvinus Egyetemtől, sőt, tehát lehet látni, hogy egyre több egyetem alapítványi formában alakul át, és ha most valaki beadja a jelentkezést, hogy azzal fog találkozni, hogy szeptembertől már még többen lesznek így. Mi azt gondolom, hogy egy belőnyben vagyunk, hiszen nekünk az ösztöndíj rendszerünk kidolgozásra került,
a pontszámítás nagyon egyértelmű, ezeket a felvételi tájékoztatókban nagyon jól lehet látni, és mondom, arányaiban tekintve legalább ugyanannyian tudnak ingyen tanulni nálunk, mint korábban. Online nyílt napra készülnek, pénteken tartják meg. Milyen lesz a felépítése ennek a napnak? Hogyan lehet rá jelentkezni? Igen, ugye hát nekünk is szokatlan az a helyzet, hiszen a nyílt napnak az lenne a lényege, hogy ide jöjjön valaki, meg tudja nézni. Hát megpróbáljuk ezt biztosítani, minél inkább interaktívabb legyen ez. Természetesen be kell menni ugye majd egy szobába, egy virtuális szobába, ezt meg tudja tenni, de megpróbáljuk ezt feldobni mindenképpen olyan kis filmekkel, olyan bemutatókkal, amelyek bemutatják magát a kampuszt, magát a területet, illetőleg minden olyan kollega itt lesz, aki szakfelelősként az imént említett három szakról minden információt el fog tudni mondani. Ezen a nyílt napon természetesen nem csak a szakmai információkat, hanem az adminisztratív információkat is meg lehet ismerni. Tudom, nagyon sokaknak ez problémát okoz, hogy hogyan lehet jelentkezni, van-e változás az előző évekhez képest. Mind-mind erről mi ebben a két órában, pénteken 10 órától délig, összesűrítve minden információt meg fogunk tanulni, és ez egy interaktív fórum lesz, tehát azt is tudom mondani, hogy nem csak mi fogunk beszélni, hanem várjuk majd a kérdezőket is, chatfalon lehet majd kérdéseket intézni hozzánk, és aki véletlenül lemaradt róla, annak jövő hét kedden fogunk például egy utókövetést biztosítani, de ott leszünk az edukáció kiállításon is jövő héten, csütörtök, péntek, szombaton ugyanígy, a Corvinus Egyetemnek külön chat szobája lesz a kampusz részére is, tehát akkor is lehet információ szerzni, és még 30-án is fogunk egy nyílt napot tartani, hogy akiben bármilyen kérdés maradt, az megkapja, de ugye mi is készülünk arra, hogy ugye az interaktivitást próbáljuk fokozni, azokon az elérhetőségeken, amelyeken mi ott fönn vagyunk, e-mail címen, Facebook oldalon, folyamatosan várjuk a kérdéseket, és folyamatosan válaszolunk is rá, tehát biztatok mindenkit, akiben bármilyen kérdés van, az a nyílt napon, de egyébként is tegye föl, és mi pedig válaszolunk rá, hogy ez ne legyen oka annak, hogy ide adja be a jelentkezését. Milyen infrastruktúra várja itt a diákokat a Corvinus Székesfehérvári kampuszán? Nagyon fontos megjegyezni, hogy az oktatás mellett mi figyelünk arra, hogy a hallgatók mind a szabadidejüket, mind a felkészülésüket egy megfelelő modern, korszerű infrastruktúrán tudják megvalósítani. Nagyon modern, 21. századi oktatótermekkel, előadótermekkel rendelkezünk. 2 PC-terem áll rendelkezésére az oktatóknak és a hallgatóknak arra, hogy a számítástechnikai jellegű oktatásokat ott elvégezzék. A könyvtárunkra jellemző az, hogy egy otthonos körülményeket biztosító helyszín, ahol ZH-ra, vizsgákra felkészülni, akár csoportosan, akár egyénileg tudnak. Itt lehetőség van arra is, hogy számítógépeket használjanak, hiszen 23 számítógép is rendelkezésére áll a hallgatóknak a könyvtáron belül. A másik, amit fontos kiemelni, a kollégium. A kollégiumban 2 ágyas légkondicionált szobában lakhatnak a hallgatók. Ezek a szobák mind alkalmasak arra, hogy az egyéni terüket, a magánszférájukat is tudják használni, illetve a kollégiumon belül oktató, illetve tanulószobát alakítottunk ki, 2 is, az egyikben számítógépekkel is tudnak készülni, fel van szerelve, a másik pedig alkalmasabb arra, hogy egy nagyobb csoport akár együtt is tudjon tanulni. A kollégiumon belül rendelkezünk egy kondiszobával, ahol sportolási lehetőséget biztosítunk a hallgató, illetve a Székesfehérvár Város Önkormányzattal közösen a 2 épület közötti parkban létrehoztunk egy kültéri kondiparkot is, ahol jó időben természetesen tudnak szintén testedzeni, és tudják a szabadidejüket hasznosan eltölteni. Mennyi férőhely van egyébként itt a kollégiumban? Hogyan lehet ezekre a helyekre pályázni vagy jelentkezni? A kollégiumban jelen pillanatban 58 férőhely van, ez áll a hallgatók rendelkezésére. Minden fél évben egy kollégiumi eljárás, jelentkezési eljárás keretében kell és lehet jelentkezni, ahol mind a szociális körülményeket, mind a tanulmányi előmenetelüket, mind a kampusztól való távolságot, lakhelytávolságot figyelembe vesszük az értékelésnél. Egy nagyon szép park fogadja itt a hallgatókat minden nap. Mit lehet tudni erről a parkról? 2016-ban, amikor elindultunk, akkor egy épülettel indultunk. Most átadásra került a másik épületünk is 2019-ben, és a kettő között egy nagyon szép parkot alakított ki Székesfehér megyei jogúváros önkormányzata. Itt fontos megemlítenem, hogy az önkormányzattal, a várossal nagyon jó a kapcsolatunk, és ebben a vonatkozásban a város nagyon együttműködő, és nagyon sok támogatást kapunk a város részéről. Többek között például ezt a kialakított parkot is ide varázsolták nekünk, ahol nagyon kellemesen tudják eltölteni az időt a hallgatók.
A város részéről még fontos megemlítenem, hogyha itt szóba került a városban működő egyetemi klubot a Petőfi mozi helyén, amit szintén az önkormányzat alakított ki egyetemisták részére, ahol kellemesen el tudják tölteni az idejüket, az estéket és szórakozási lehetőséget biztosít részükre. A Budapesti Corvinus Egyetem pénteken 10 és 12 óra között online nyílt napra várja az érdeklődőket az intézmény Facebook oldalán. A diákoktól naponta kapok megkérdezést, hogy akkor most mi lesz februárban? Az Óbudai Egyetem széles képzési kínálattal várja a hallgatókat idén is. Minden alapszakon indul duális képzés. Az Óbudai Egyetem nagyon széles képzési palettával várja a jelentkezőket. Három szinten lehet jönni hozzánk felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre vagy mesterképzésre is. Az alapképzésen különböző szakjaink vannak, földmérő, földrendező mérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki, műszaki menedzser szak, és a mérnök informatikus alapszak. A mérnök informatikus alapszak létezik felsőoktatási szakképzési szinten is, illetve azok, akik az alaptanulmányai után tovább folytatnák a tanulmányaikat, jöhetnek hozzánk mechatronikai mérnök mesterszakra, vagy pedig mérnök informatikus mesterszakra is. Mi minden jellemzi az alapszakokat? A műszaki menedzser szakunknak a specializációja a minőségmenedzselési specializáció, tehát minőségmenedzsmentről, illetve a műszaki specializáció, amihez kapcsolódik a logisztika. Tehát várjuk azokat a hallgatókat, akiket érdekel a minőségbiztosítás, illetve a logisztika erre a területre. A gépészmérnökök folyamatmérnökök lesznek, gyártási folyamatokkal, és ezen belül is az automatizált gyártási folyamatokkal, robotizációval foglalkoznak. Hasonló a villamosmérnök szakirányunk, itt is automatizációval, illetve beágyazott rendszerekkel foglalkoznak. Az informatikusok pedig felhőszolgáltatások specializációt választhatják, a big data, illetve vállalatirányítási rendszerek specializáción tanulhatnak. Mit lehet tudni az egyes szakoknak a létszámáról, mennyi embert tudnak felvenni? Mérnök informatikus szakra 70 főt, a többi szakra pedig 30 és 50 fő közötti létszámokkal tudunk elindulni. Nagyon fontos ennél az intézménynél is a duális képzés. Mi jellemzi a duális képzést? Duális képzést minden alapszakunkon indítunk. Itt Székesfehérváron nagyon mintaértékű, ahogy a duális képzés működik. Hallgatóinknak közel harmada duális képzésben tanul a helyi vállalatoknál. Most már második évfolyam, sőt, idén a harmadik évfolyam fog majd végezni, aki duális képzésben szerezte az oklevelét. Az a tapasztalatunk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó képzési forma, mert amellett, hogy az egyetemen megtanulják a magas szintű akadémiai ismereteket, nagyon gyakorlatias tudásra tesznek szert a munkahelyen. És ezzel már a tanulmányaik előre haladása során is látható a tudásuk fejlődése, hogy mennyire jól tudják kapcsolni az itt tanult elméleti dolgokhoz a gyakorlati tapasztalataikat. És ugye pénzkereseti lehetőséggel is jár ez. Mit lehet tudni ennek a lehetőségéről? Hát ez nem utolsó sorban nagyon jó pénzkereseti lehetőség is, hiszen a duális hallgatók havonta a minimálbér 65%-át kapják, akkor is, hogyha az egyetemen vannak, illetve azokban az időszakokban is, amikor a munkahelyen vannak és dolgoznak. Ez tavaly kicsit 100 000 fölötti nettó összeg volt, ami adó- és járulékmentes. Mely cégekkel áll a kapcsolatban a duális képzés terén? Hát Fehérváron 30 fölötti céggel van kapcsolatunk. A legtöbb hallgatónk például az IBM-ben, a Harmannál, a Videoton különböző leányvállalatainál vannak, a Hovmet Köfémnél, a Grundfosznál, Emersonnál, Denzónál, nagyon sok helyi vállalatnál van hallgatónk gyakorlaton. Mit lehet tudni az intézménynek az infrastruktúrájáról, a felszereltségéről, mi mindennel várja a diákokat? Az intézmény a Budai úton található, nagyon szép parkosított környezetben, két gyönyörű régi épületben. Az egyetemnek az infrastruktúrája nagyon modern robotikai laborral rendelkezünk, amit a múlt évben vettünk használatban, tehát nagyon modern a felszereltsége, és a többi laborunknak is. A teljes számítógép parkunk is egy éven belül került lecserélésre, úgyhogy nagyon sok minden modern technikai felszerelés várja ide a jelentkezőket. És ahol most vagyunk például, ez itt az egyetemnek a könyvtára, ahol nagy számban állnak rendelkezésre tudományban való boldogulásra könyvek.
Mondta a robotokat, mit lehet tudni ezekről a robotokról, mi minden tanulhat meg az ember? A robotika tulajdonképpen szinte minden szakunkban megjelenik, hiszen az informatikusok ugye a programozásában, a villamosmérnökök a villamos elektronikai részeire, a gépészmérnökök a gépészeti területtel, tehát tulajdonképpen minden szakterületünk kapcsolódik ehhez, és ugye az automatizáció a jelen gazdaságban, a gyárakban egyre jobban előtérbe kerül. Fehérváron is nagyon sok gyárban már igen automatizált a gyártás, tehát hogy ez a tudás, ez nagyon naprakész, amit itt kaphatnak a hallgatók. A legmodernebb többféle robotunk van, tehát a legmodernebb technikákat ismerhetik meg itt az egyetemen. Elindult egy együttműködés a Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszával. Mit lehet tudni ezt a jövőre nézve? Mit jelent? Azok, akik már diplomával rendelkeznek, úgynevezett szakirányú továbbképzésen, szakmérnöki szakközgazdász képzésen tanulhatnak tovább. Ilyen képzésen közül az egyik, amit most fog indulni februárban, a Corvinus Egyetemmel közös iparvállalati közgazdász képzés, amely képzés során a gazdasággal kapcsolatos tudást a Corvinus Egyetem oktatói nyújtják, a műszaki tudást pedig az Óbudai Egyetem Alba Régiai Műszaki Karának oktatói nyújtják, ami kifejezetten olyan területekkel foglalkozik, amelyek nagyon aktuálisak, például az előbb említett robotikával, automatizációval is. Mit lehet tudni a felvételi ponthatárokról, a felvételi pontokról? Milyen pontokkal lehet bekerülni ebbe az intézménybe? Az Óbudai Egyetemre, a műszaki képzésekre a törvényileg előírt 280 ponttal lehet bekerülni. A felsőoktatási szakképzésre 240 pont ez a ponthatár. Egy képzésünk, a műszaki menedzser képzésen van egy magasabb előírt minimális pontszám az állami ösztöndíjas helyekre, ez 320 pont. Alapvetően, akik ezt a pontszámot elérik, azok állami ösztöndíjas képzésre kerülhetnek be karunkra. Nyílt napokat is szervezett, online nyílt napokat is szervezett ez az intézmény. Egyen már túl vagyunk, és egy pedig még előttünk áll. Mi mindent lehet tudni erről a nyílt napról, mikor lesz, és hogyan tekinthető meg? Decemberben már lezajlott az első online nyílt napunk, és most jövő hétfőn, vagyis január 18-án lesz a következő. Azt kell erről tudni, hogy azok az előadások, amik itt el szoktak hangzani, illetve labor bemutatások, amik a valós, élő nyílt napon el szoktak hangzani, ezek mind elérhetők a honlapunk nyílt nap oldalán, és ebben az idősávban olyan úgynevezett online fogadóórát tartunk, ahol azonnali kérdésekre, azonnali rögtöni választ tudunk adni, úgyhogy várjuk az érdeklődőket, és várjuk a kérdéseket, és szívesen válaszolunk bármilyen felmerülő kérdésre, problémára. Az, aki felsőoktatási választás előtt áll, miért döntsön az Óbudai Egyetem Alba Régiai Műszaki Kara mellett? Az Óbudai Egyetem Alba Régiai Műszaki Kara nagyon széles spektrumban képez mérnököket, csupa olyan területen, amelyre nagyon nagy igény mutatkozik az iparban. Tehát azok, akik itt szerzik diplomájukat, biztos, hogy nem lesz nehézségük elhelyezkedni, sőt, igazából azt látjuk, hogy a hallgatóink már az iskolapadból elkelnek, vagyis, hogy amire végeznek, gyakorlatilag már van munkahelyük. Ami az oktatás mellett szól még, hogy ez egy kis intézmény, ezért kisebb csoportokban folyik az oktatás, nem pedig több száz fős nagy évfolyamokban, ezért a hallgatók és a tanárok között sokkal közvetlenebb a kapcsolat, sokkal személyesebb a kapcsolat, így aki az ilyen családias és személyes légkört részesíti előnyben, azoknak mindenképpen ajánljuk, hogy ezt a képzést válasszák. Most vagyunk egy olyan 2300 fő környékén, úgyhogy ugye azzal, hogy teljes egész éve kivonult minden. A Kodolányi János Egyetemen 17 különböző képzésre van lehetőség, amelyek közül az egyik legnagyobb érdeklődést a jazz szak után mutatják a jelentkezők évről évre. Az ország nagyon sok neves jazzzenésze és popzenésze is itt végzett a Kodolányin a itteni épületünkben, úgyhogy időnként halljuk is őket dobolni, gitározni, úgyhogy ez ami legizgalmasabb ilyen szempontból, de gazdaságtudományi területen a szokásos képzéseket, tehát a gazdálkodási és menedzsment alapszak elérhető Fehérváron, illetve a turizmus vendéglátás szak, és azt talán kevesen tudják, hogy Székesfehérvár volt az első, ahol ilyen képzés egyáltalán Magyarországon indult. Ez a Kodolányi volt, hát már 20 évvel ezelőtt körülbelül. Úgyhogy, de van egyébként
kulturális menedzsment típusú képzésünk, emberi erőforrások. Az emberi erőforrások az szintén gazdálkodástudományi szak, ennek a HR irányát lehet nálunk tanulni. És akkor egy csomó szakirányú továbbképzésünk is van, illetve, és most lesz igazán izgalmas az, hogy az érettségi és az alapszakok között van egy átmenet, ez a felsőoktatási szakképzés. És nem olyan régen változtak a felvételi szabályok, úgy változtak, hogy felsőoktatási szakképzést elvégzett hallgatók emelcintű érettségi nélkül is bekerülhetnek a felsőoktatásba. Ez egy nagyon jelentős változás az idei felvételi folyamatban. Úgyhogy viszonylag széles a kínálatunk itt Székesfehérváron is. Mi a helyzete a mesterszakokkal, indulnak-e itt Székesfehérváron? Mesterszakokat Budapesten hirdetünk, de ahogy mondtam, az átjárhatóak a képzési formák. Tehát mi, amikor mondjuk részidős képzésben, levelezős képzésben, ami egyébként állami finanszírozásban is elérhető, Budapesten hirdetünk mesterszakot, akkor ez nagyon könnyen elérhető Fehérvárról és távoktatási eszközök segítségével. Az infrastruktúrát mi jellemzi? Mi az, amit várja azokat a hallgatókat, akik olyan leendő hallgatókat, akik ide jelentkeznek? A székesfehérvári helyszínünk családias, kis csoportokban képezzük a hallgatókat. Nagy előnye fehérvári képzéseinknek az, hogy amikor Budapesten van rendezvényünk, akkor innen is elérhetőek ezek a rendezvények. Ezek általában nemzetközi hetek, amikor külföldi professzorok érkeznek hozzánk, akkor ezekből a lehetőségekből a fehérvári diákok is gazdagodhatnak. Nem zárjuk ki őket a nagy nemzetközi eseményeinkből. Van-e lehetőség arra, hogy aki itt tanul a Kodolányi János Egyetemen, az cégeknél szerezzen tapasztalatot, illetve ha jól tudom, akkor mentorprogram is segíti a tehetséges diákokat? Mentorprogrammal most már nagyjából egy olyan 5-6 éve foglalkozunk. Észrevettük azt, hogy a középiskolából hozzánk kerülő diákoknak segítségre van szükségük, tanulásmódszertani segítségre. Nagy ugrás azért egy középiskolából felsőoktatásba belépni, és mi fogjuk a hallgatók kezét, tehát hogy figyelmeztetjük őket arra, hogy itt most majd a vizsgai időszakban kerül sor igazából számon kérésre, és már a szorgalmi időszakban érdemes készülni. Úgyhogy a mentorok céges kapcsolatokat is hoznak létre, tehát a mentorok másik feladata az, hogy a tanulmányi időszak alatt a hallgatókat kapcsolják össze a munkaerőpiaccal. Tehát cégvezetőket hívnak meg hozzánk, illetve kis csoportokban a hallgatóink kimennek cégekhez, megnézik a valódi munkavégzés igazi körülményeit, erről feljegyzéseket készítenek, ezek a feljegyzések egyébként értékelésre kerülnek, tehát az órai munka részei. Arról is olvastam, hogy a Kodolányi János Egyetem egy sajátos fejlesztésű modellel próbál tanítani vagy oktatni. Igen, a Pick and Lead felsőoktatási képzési modellről van szó. Ez pár évvel ezelőtt nemzetközi nagydíjat nyert, és ennek az a lényege, ez egyébként egy ilyen betűszó angol rövidítés, a P az a professziót jelenti, tehát hogy a szakmát oktatjuk, és nem az elméleti hátteret, mint egyébként hagyományosan a felsőoktatás. Ahogy az előbb is említettem, céges környezetben is megfordulnak a hallgatók, és a cégek is bejönnek hozzánk. Az I az az innováció. Azt most már tudjuk, hogy a mai középiskolások életük folyamán, életük során nagyjából ötször fognak munkát változtatni. Tehát borzasztóan flexibilisnek, innovatívnak kell lenniük ahhoz, hogy sikeresek legyenek a munkaerőpiacon. Mi az innováció? Mit jelent az, hogy egy működő rendszerben észrevenni a hibákat, azon változtatni, váratlan ötlettel, összekapcsolni egyes tudáselemeket? Ezt is gyakoroltatjuk. Ezért ebből a célból vezettük be például a tematikus heteinket, amikor nem órarendszerint tanítunk, hanem a hallgatók egy csoportja bizonyos feladatokon dolgozik együtt, mentor segítségével, valódi életből vett példákon, ezt egyébként probléma alapú tanulásnak is hívják. Tehát a Pick and Lead modellnek ez a lényeg, a lead, az L, a Q az a minőség, minőségbiztosítási rendszerek, minőségfejlesztési rendszerek működnek minden szakmában már, és a lead pedig a leadershipnek, a vezetői alkalmasságnak a rövidítése. Ugye alapszakon és mesterszakon vezetői képességekkel már kell bírni. Ez jelent konfliktus megoldási tréningeket, ez jelent önismereti tréninget, tehát gyakorlatilag kisebb-nagyobb csoportvezetés, menedzsment ismereteket is oktatunk minden szakunkon.
Arról is olvastam, hogy esetleg nemzetközi szinten is kipróbálhatják magukat azok, akik erre az egyetemre járnak. Igen, Erasmus utazási lehetőség, Erasmus programban való részvétel a Kodolányi minden diáknak adott. Több száz Erasmus partnerünk van 30-40 országban, nem csak Európa szerte egyébként, hanem világszerte, de nyilván az Erasmus az Európai Unióra koncentrál. Ami érdekes, én is, mint oktató, mi is szoktunk oktatni partner egyetemeinken, és egészen különleges élmény egyébként külföldi diákokat oktatni, vagy itt nálunk külföldi diákokat fogadni. Sokat tanulunk mi is tőlük, és a mi diákjaink is külföldön. A pandémia miatt egy kicsit megváltozott a nyílt nap, ugye ez most online formában valósulhatott meg. Mennyire volt sikeres ön szerint ez az online nap, online nyílt nap, és milyen volt? Olyan szkeptikus voltam, hogy a diákok, a középiskolás diákok, akik egész napjukat gép előtt töltik, még majd online jönnek a nyílt napunkra, és eljöttek, és nagyjából ugyanolyan létszámban vettek részt az első nyílt napon, mint ahogy egyébként is megszoktuk a valóságban. És egyébként most, január 14-én, délután 4 órától megismételjük a nyílt napot, pontosan emiatt, hiszen az derült ki, hogy igen, a virtuális nyílt nap is vonza a középiskolásokat. Miért válassza egy középiskolába most végző diák a Kodolányi János Egyetemet? Mi az, ami plusz nyújt ez az egyetem a diákoknak? Tudunk figyelni mindenkire személyesen. Egy nagyobb egyetemen, egy nagyobb csoportban, egy nagyobb évfolyamon, ugye az évfolyam előadások úgy futnak, hogy 80, 100, akár 300 fő is hallgatja az előadót. Itt nálunk minden diákot személyesen ismerünk. A mentor révén a diák egyéni adottságainak megfelelően tudunk rájuk figyelni. Tehát ha azt vesszük észre, hogy azért van segítségre szüksége, mert valamiben kiemelten tehetséges, akkor mi tanácsokat adunk neki. Azt mondjuk, hogy figyelj, van egy olyan specializáció, amivel, hogyha elmélyedsz, akkor sikeresebb leszel. Vedd fel azt a specializációt. A diák lehet, hogy neki eszébe se jutna ez önmagától. Ha viszont valakinek mondjuk akár tanulási nehézségei vannak, akár például abból adódóan, és ez egyébként jellemző, a pandémiás stressz miatt. Ugye be vannak zárva fiatalok, kapcsolatot szeretnének, embereket szeretnének látni, bulizni szeretnének. Ugye ez nagyon hiányzik mindenkinek, az oktatóknak is, de én azt gondolom, hogy pont az egyetemista korosztály az, amely egészen nehezen tudja viselni azt, hogy nincs közösségben. No, erre nekünk egyébként pszichológusaink vannak, és mondom, a mentorok így online is próbálnak ilyen élethelyzeteken is akár segíteni. Ez szerintem a Kodolányin nagyon nagy előny. A másik ugye a teljesen biztosan elhozható Erasmus ösztöndíjak nagyon sok országban. A harmadik pedig ugye a továbbtanulási lehetőségek. Tehát alapszak után a Kodolányin immár állami finanszírozott mesterszakok is elérhetők. Ez tavaly óta lehetséges. Sokkal régebben volt már ilyen élethelyzetünk, de most ismét lehet a Kodolányin állami finanszírozott mesterképzésre járni. A leendő hallgatóknak, a pályaválasztás előtt állóknak február 14-éig van lehetőségük jelentkezésüket leadni az e-felvételi oldalán. Kedves nézőink, a köztérben a továbbtanulási lehetőségekkel foglalkoztunk. Székesfehérváron 3 egyetem várja a jelentkezőket február 15-éig. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!